akkor, de nem mozgatva, hanem már amikor nyújtod egy vastag, akkor nyújtod. De a kezed így nem jár. Így két ujjal nyomod, és felfelé is, forgatod. Kifele is, így nem jár. Töntse alakon is jöttem. Ilyen alak a kávé, a szúcsás. Megvan nagyjából. Akkor ezt meg kell hajlítani. Ezzel lehet különböző mintákat nyomni a tisztelt. Hogy erőt a fejtél, hogy látod? A másik kezed ennek nyugod? De a két kezed egy... A másik kezed ne nyugod? Lóg az egyik kezed, azért az egyikkel támasztod. Éri egymást, akkor tudod rögzíteni. A fülön van, akkor lóg. Mozdulatlanul, azaz annyira mozdulatlanul, hogy rögzítve, az csak óvatosan húzni. Beleörül kifele, megint fordítva van a kezed. A legminimálisabb alapszabályt megtanulja nem egy gyerek. Hát mi a képzőművészetébe jártunk 5 évet, hát 5 év alatt 12 emberből 3 körülbelül 4 az alapokat megtanulta. Mert itt nem úgy tanulja meg, hogy megtanulja, hanem ezt egy gyakorlatban ez hosszú évekkel, hogy megtanulja. Mert az agyagot érezni kell. Abban a korban, amikor én jártam, hát egy öreg fazekasmester volt a tanárunk. Hát, ha nem az, akkor én belőlem nincs korongos, úgyhogy ő velem mindent az égvilágon elejétől megpróbáltuk, agyagot csináltunk, zománcot, kemenceit raktunk, égettük, úgyhogy annyi fortélye van, hogy egy élet is kevés.